Telt ház előtt adták át a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és a 11. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál díjait szombaton este a Híres Agóra Színház termében. Az idei KAF nagy díját Láng Orsolya erdélyi animációs filmrendező vehette át Szezon után című rövidfilmjéért, amelyet a kritikusok zsűrije is dicsérő oklevéllel jutalmazott. A filmet, amely az alkotó diploma munkája is egyben, egy nyaralás élménye inspirálta. Tulajdonképpen engem ez a horvátországi halászfalucskának a hangulata fogott meg. Elképzeltem azt, hogy élnek ott az emberek, amikor nincsenek ott a turisták. Semmi nagy dolog nem történik a filmben, de nekem pont ez volt az izgalmas. Lorenzo Matotti Medvevilág Szicíliában című filmjét harmadik helyszínként vetítették Kecskeméten az Otthon moziban. Itthon először az idei KAF-on debütált. A Dino Buzzati meséje alapján készült egészestés alkotásért az olasz rendező Kecskemétváros díját vehette át Szemereiné Pataki Klaudia polgármestertől. A producerek ismerték már a Kecskemét Film Kft-t, tudták, hogy a Kecskeméti stúdió emberei professzionálisak, magas minőséget képvisel a munkájuk, hiszen a Vörös Teknősön is dolgoztak a Kecskeméti Animációs Film stúdió emberei, így jött a közös munka ötlete. A KAF idei legjobb egészestés játékfilmje Milorad Krisztics Ruben Brandt a gyűjtő című filmje lett. A legjobb rövidfilm díját Tóth Roland vehette át Bela című animációjáért. A legjobb televíziós sorozat díját megosztva adta a zsűri Tóth Pócs Rolandnak a cigánymesék sorozat Riza éjszakája című epizódjáért, és a Fabók Szilvia Mikor Itama rendezőpárosnak a Kip Koppa Hóban című alkotásukért. A legjobb diákfilm a Zsák Álmok futása lett, amelyet Horesnyi Máté rendezett. A díjazott hazai és európai animációkat részletesen felsoroltuk a híres.hu oldalon.